A Nemzetközi Valuta Alap küldöttsége 5 napot töltött Belgrádban. Felmérték az aktuális gazdasági és pénzügyi helyzetet. Szerbia hitelt szeretne felvenni az IMF-től, a Nemzetközi Pénzintézet azonban ezt nem adja könnyen. A legfontosabb feltétel a költségvetési hiány csökkentése. Erre vonatkozóan a szerb kormány hétfőn elfogadott egy javaslatot. Eszerint nem emelkednek a közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak, az áfa pedig az eddigi 18-ról 20%-ra nő. A kormány meghatározná közvállalatokban a legmagasabb havi juttatás összegét. Ez azt jelenti, hogy az állami vállalatokban a havi fizetés nem lehetne több 162 ezer dinárnál. A válságkezelő intézkedésekkel idén 26 milliárd dinár takarítható meg, jövőre pedig 120 milliárd. A jelenlegi 7,1%-os költségvetési hiányt az év végéig 6,7%-ra csökkenthetik, mondta akkor Mládján Dinkics pénzügyminiszter. Az IMF szerint a tervek szépek, a megvalósítás sikerességében azonban nem bíznak. Emellett elvárják, hogy minél előbb készüljön el a 2013-as költségvetési terv is. Szerbiai közgazdászok eközben úgy vélik, a Nemzetközi Valuta Alap célja az, hogy minél kisebb hitelt utaljon át, ezért cserébe pedig Szerbia adja el minden vagyonát. Utóbbi kapcsán a szerbiai Telekomot és a belgrádi repülőteret említik. A gazdasági szakemberek szerint azonban nem lenne kifizetődő ezeket most értékesíteni. A hitelmegállapodás Szerbia és a Nemzetközi Valuta Alap között leghamarabb jövő év elején történhet meg.